néni megint ettetek már ebből, igaz? Igen! Szeretitek? Igen! Na, akkor most csöndbe, mint a tündérek, beültök a székekre, a helyetekre. Így is tettek a bátaszéki mikrotérségi óvoda oroszlán csoportjába járó gyerekek. A szekszárdi Rotary Klub elnökének felajánlásával immár második alkalommal osztottak ki jégkrémeket az intézményben. Na akkor parancsoljatok! Ez az, megköszönöm! Adományt kaptunk, melynek nagyon-nagyon örülünk. A szekszárdi Rotary Klub jóvoltából tudtunk ma a gyerekeknek jégkrémet osztani. Ez már nem az első alkalom, körülbelül 2 héttel ezelőtt értesülhettem arról, hogy a szekszárdi Rotary Klub jégkrémet ajánlott fel a bátaszéki óvodásoknak és az általános iskolásoknak. Több mint 1400 jégkrémet kaptunk összességében, ebből jutott az óvodásoknak és az általános iskolásoknak. Első körben az óvodások kaphattak, meg az alsó tagozatosok. Ugye abban az időszakban, amikor erre sor kerülhetett, digitális munkarendben tanultak a gyerekek, kivéve az alsó tagozatosok. Tehát akik már jártak iskolába, így ők kaphattak jégkrémet. Nagyon-nagyon örültek a gyerekek, pedagógusok is, meglepetés volt számukra, hogy egyszer csak ebéd után megjelentünk, és megehették a jégkrémet. Az intézményvezető úgy nyilatkozott, nagyon nemes dolognak tartja azt az önzetlen, odaadó támogatást, ami a Rotary Klub tevékenységét jellemzi, és örül annak, hogy ők is részesülhettek ebből az adományból.